Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás, és hogy már a tegnapi adásban ígértem, itt lesz velem Magyarósi Attila, akivel egy kicsit a jövőbe előre kalandozunk, megpróbáljuk megélni, hogy milyen lehet majd 2023. Köszöntelek, szia! Szia, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást! Szóval Főleg arról fogunk egyébként beszélgetni, hogy kicsit visszamegyünk, föltépkedjük a raktapaszt, a hogy milyen volt 2022, és mit tanulhattunk ebből, kicsit összehasonlítgatjuk majd azzal, hogy milyenek voltak az előző medvepiacos időszakok talán, és ebből mi le lehet majd következtetni. És akkor próbáljuk kicsit kisilabizálni, hogy, hogy milyen év is várhat ránk, mert ilyet is, olyat is hallottunk. De ez mégis egy olyan szakember fog itt beszélni, aki nagyon sok mindent látott már a piacon, sok mindent tapasztalt, nagyon sok emberhez hozzáférsz, akikkel már tudtál brainstormingot több mindent csinálni. Tehát szerintem itt egy csomó tudás és információ a te fejedben azért így központosul, és ezt próbálom én majd valahogy itt előhívni a beszélgetés folyamán. Szóval akkor én azt mondom, hogy vágjunk bele. És még mielőtt belecsapunk a lecsóba, ugye ebben a hónapban ti vagytok a Blockchain Hungary támogatói, mint a CoinCash, és van egy nagyon klassz akciótok, ingyenén nem lehet olcsóbb. Mesélj erről egy kicsit. Igen, igen, hát köszönjük és büszkék vagyunk, hogy elfogadtál minket, mint támogatót. Azt gondoljuk, hogy a, a, a legjobb magyar youtuber támogatójának lenni azért az a megtiszteltetés. Köszönöm, Jaj de jó. Úgyhogy... ezt a beszélgetésben szépen. A, a hát, csúcson kell fél, abba, ér, abba, 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 abba A csúcson Igazából... Ez egy nagyon egyszerű akció. A, aki még nem váltott nálunk, az most ingyen tud váltani, hogyha egy millió forintot nem haladja meg a váltása, vagy hogyha euróban szeretne, akkor 2500 eurót. Nemrég kezdtük, és március 6 tart az akció. Egy feltétele van, hogy most regisztrálja a hez vagy hogyha már van regisztráció, de még nincs lezárt váltásod, tehát még nem váltottál nálunk, akkor, akkor, akkor azok az ügyfelek is beletartoznak ennek az akciónak a keretébe. És hogy miért gondoltuk ezt, az pont a, ugye a mai témánk, hogy mit várunk 23-ra. Azt várjuk 23-ra, hogy ez egy viszonylag nehéz év lesz. A, ugye az árfolyamok azért jelentősen nyomottak a 21-es csúcshoz képest, akciós a bitcoin is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akciósá tesszük a váltási díjunkat is. A bitcoin sajnos még nincs ingyen, hála Istennek nincs ingyen. Ja, a, viszont viszont aki, aki, aki követi Attilát, a, követi a kriptovaluta híreket, a követi a piacot, esetleg hiszebben, mint befektetési termék, annak azt gondoljuk, hogy most ez egy jó pillanat, hiszen a bitcoin ára nyomott, a, a forint-dollár az, az elég erős, már mint a forint sokat erősödött a dollárhoz képest, innentől kezdve forintban, a forintban a bitcoin árfolyam az, az olyan különbségekben van, azt gondoljuk, hogy a következő években ez valószínűleg egy jó befektetés lehet. Úgyhogy ez ehhez próbálunk hozzájárulni, ezt a kedvet próbáljuk meghozni azzal, hogy, a, hogy, hogy mi se számlázunk semmit azért, uh -huh. hogy a szolgáltatásunkat használják az új ügyfelek. À, ez szerintem egy klazorg is egy dolgot mindenképpen mondjunk el a coin -el kapcsolatban, mert ugye az emberek, a, a, a többsége a kriptosoknak, aki mondjuk a magyar váltótokat, benneteket nem ismer, hanem mondjuk a külföldieket, lást ott van a, a Binance és Coinbase, hogy ugye beküldik oda a pénzt, és akkor ö, ott félnek attól, hogy mi történik, ne tarts váltón a pénzed és ugye jönnek ezek a, a nagy kérdőjelek. És ez nálatok nagyon nem így van erre. Azért mondj egy pár szót, mert lehet, hogy aki nem ismeri a szolgáltatásatokat, az nem tudja, hogy itt nálatok hogy működik. Ja, igen, köszönöm a kérdést, én már az a baj, hogy minden nap ezzel foglalkozom és megfeledkezem róla. Szóval mi ezt 7 éve csináljuk, ez a 7. éve, hogy, hogy kriptovalutát váltunk forintért, és nagyon-nagyon sokat fejlődött a szolgáltatás a korai évek óta. Szerintem a, viszont egy alaptevékenységet megtartottunk, hogy a, a te privát kulcsod, a te kriptód, úgyhogy úgy, mi továbbra is úgy dolgozunk, hogyha beküldi valaki hozzánk, a, a, forintját, akkor, és nincsen semmi fennakadás abban a tranzakcióban, akkor az ilyen 30-60 másodpercen belül kriptóra váltódik, és a megadott tárca címre kikerül. Úgyhogy nálunk így kvázi nagyon-nagyon minimális ez a harmadik feles kockázat, ami a kriptóban sajnos azért egyszer-egyszer, például tavaly az FTX botrány kapcsán kiderült, hogy azért ez egy igenis létező kockázat. Mi nem tároljuk a kriptót, mi segítünk az ügyfélnek megtanulni azt, hogy hogy kell ezt a kriptót tárolni, és segítünk tárcát telepíteni, rengeteg videónk, oktatóanyagunk van erről, de akár az ügyfélszolgáltunk is segít ebben. Úgyhogy az első lépéseknél mi fogjuk az ügyfelek kezét, aki beutalja a forintját, az egy percen belül kriptót kap érte, de egyébként emellett még 130 másik kriptovalutát lehet váltani, eurót is szívesen fogadunk, de most már amerikai dollárt is újra, úgyhogy úgy, hogy három, három törvényes fizetőeszközből 130 féle kriptovalutát lehet konvertálni egy-két percen belül. Szerintünk nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan és nagyon kényelmesen, és most ingyen is. Igen, ez, ez, szerintem nagyon fontos, hogy, tehát, hogy nem tároljátok, tehát ha van mondjuk, ugye mindig azt mondjuk, hogy hardware tárca az a, a tudomány mostani állása szerint talán az egyik legbiztonságosabb módja, tehát mondjuk egy ledger-t egy példát, Ergo, hogyha neked van egy Ledger tárcád, és ugye nálatok megveszi a kriptót, az pikpak megjelenik a saját tárcáján, nem lesz náluk semmi tárolva, és március 6-áig pedig maga az a tranzakciós díj, ami ugye szintén pénzbe kerül, legtöbb esetben ez meg teljesen ingyenes. Tehát Arról nem beszél, hogy magyar ügyfélszolgálat. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok magyarnak, mert nem mindenki olyan szinten beszél angolul, és hogyha beszélsz angolul, én is már küzdöttem különböző ügyfélszolgálatokkal. Megpróbál... Ő nem biztos, hogy beszél Elősz... angolul. Először megpróbálod a csetet, a, nem tudom, botot megverni valahogy, hogy kapcsolj már végre az ügyfélszolgálatot, akkor nem tudom, kicserezed -e, és akkor huánnal elkezdesz beszélgetni. Olyan. Szóval ez is, egy, ez is, egy, nagyon nagy dolog, mert akinek nagyon jól megy az angol, az szerintem nyilván meg tudja ezeket az akadályokat lépni, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez nem az átlagra vonatkozik. Sajnos bár csak így lenne, és ez nálatok szerintem ez is egy, egy, nagyon klassz dolog, hogy először is be is lehet hozzátok menni, tehát meg is találhatók vagytok, Abszolút. nem csak úgy mondod, hogy valahol a neten léteznek, hanem tényleg van egy irodájuk is sem meg úgy félszolgált. Na, oké, okay. tehát okay, erről is beszéltünk, akit ez érdekel, és akkor most vágjunk is bele ebbe a bizonyos témába. Lehet, hogy kicsit majd csapongani fogunk, hiszen visszatekintés, előretekintés, de akkor kezdjük onnan nagyjából, hogy na hát nem volt könnyű a 2022, te ezt a 2022-es évet, ha egy kicsit a múltban turkálnánk, mivel tennéd pariba, mivel hasonlítanád össze? Hát igen, aki aki, aki nem 2021-ben kezdte a kriptovalutát, hanem mondjuk így a 15-16-17-18-as osztálynak a tagja, akkor annak annak szerintem nagyon-nagyon hasonló andézsevű érzése van, mint nekem is, hogy a 2022 az, az, nagyon sok attribútumában nagyon hasonlított 2018-hoz, tehát ott is majdnem egy teljes év agónia volt, amíg igazából bármit csináltunk. Egy dolog volt biztos, az árfolyamok esni fognak. Jó, még volt egy-két dolog biztos, hogy meghallgathattuk, hogy a bitcoin egy lufi, és végre kidurrant, és ugye a bitcoin szkeptikusok azok örömtüzeket gyújtottak, és keselyüként köröztek így a vérző árfolyamok fölött, úgyhogy, úgyhogy aki elkötelezett kriptos volt 17-ben, és nehogy Isten ezzel próbált némi szó leutott magának kovácsolni. Akkor Sok ezt, sikert. Igen, akkor azt 18-ban visszakaptak a hogy na, ugye megmondtam. Szerintem 22 ez volt őszintén, és akkor itt most engedjétek meg, mert ezek ilyen nagyon személyes vélemények, szóval ezeket így ne vegyük készpénznek, de. Nekem... Nem tanácsadás, ez mindig elmondjuk. Így van, így van, így van, ez nem, nem egy pénzügyi tanácsadás, hanem, hanem az én személyes véleményem, de nekem az a megélésem, hogy a 22-ben, szerintem megvolt, vagy, vagy itt 23-elején, de 22-ben megvolt a piac alja, legalábbis erre számítok, a, mert a, még pont 22. szeptemberében volt egy nagyobb konferencia, a kriptotémában beszélgettünk, és akkor ott ugye akkor ott már 9 hónapja, 10 hónapja esett a piac, és kérdezték, hogy... A, hogy na, ez volt már az alja. Ugye ez mindig mi a legfontosabb kérdés, amikor esünk, ez, a, ez az alja, amikor emelkedünk, hogy ez, ez, ez már el a teteje. És kérdezték, soha hogy, nem tudjuk. Soha, soha nem tudjuk. És hogy megvolt az alja, és így pont a, pont a 18-as analógia miatt mondtam, hogy, hogy én még várok valami kataklizmatikus eseményre, mert hogy látszik, hogy vérzünk, érzünk fáj, fáj, de hogy ez az igazi érzelmi kapituláció, az még nem történt meg. Mm. Tehát, hogy, hogy még nem jött oda hozzám őskriptós ismerősöm, barátom, ügyfelünk, nem tudom, munkatársam, és nem dőlt a vállamra, és nem szokogta el magát, hogy életem tévedése volt, és soha többet, és fúj kriptó. Tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen kapitulációs momentum minden, minden egyes ciklus végén, amikor az ember azt érzi, hogy na most, na most itt tényleg itt a vége. Tehát, hogy így összedőlt a világ, az egész értelmetlen, soha nem lesz ebből semmi. És, és szerintem ez volt az FTX momentum. Mm -hmm. Tehát ugye, a, ami novemberben be is ütött, hogy, hogy tényleg egy ilyen föld, földet megrengető összeomlás, az volt az FTX, az FTX botrány, meg annak a dominó aminek még mindig is szok a levét. De azt gondolom, hogy, a, hogy valahogy az volt, nekem érzés szintjén az volt a tisztító tűz vége. És, és pont mondtam neked egy korábbi találkozónkon, hogy Valahol az a 15.500-as aj, az megnyugtató volt. Mert ahhoz mm -hmm. képest, hogy a világ második legnagyobb tőzsdéje omlik össze, 8 milliárd fölötti ajuk látszik, hogy ránt magával másokat, és most már ugye ezeket nev nevén is nevezhetjük ezeket a dolgokat. Tehát, hogy <laughs> láttuk azokat, akikkel most már ugye a csontvázak előkerültek, tudjuk, hogy a Genesis és a többiek, hogy hogy, hogy dőlnek el, vagy most pont amit mutattál itt, hogy a még egy kripto atm hálózat üzemeltető is Amerikában. Ezek a... Aminek a Genesis volt a, a genesis... Igen, tehát ezért <laughs> mondom, hogy igen. és a gemini -nek az Örn programja, Absolut. aminek a Genesis volt, tehát hogy így, ahogy, ugyanúgy, ahogy ezt a Free Arrow Capital Luna, Crash Free Arrow Capital Block Celsius vonalon megtanultuk, tehát hogy nagy nagyok az áttétek, és emiatt nagy a, nagy a domino effektus a dolognak. A, de hogy szerintem kikerültek, a, tehát hogy úgy visszahúzódott az apályt, tudjuk, hogy kifűrdött fürdőnadrág nélkül a tengerben, tehát hogy úgy, 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 úgy kidőltek a csontvázak a szekrényből. Tehát ezért gondolom azt, hogy a nehezén túl vagyunk. Mert mint a, a, a mély pont volt, és akkor pont és ez a másik, amire amire számítunk, vagy számítok, hogy a, viszont még azért van egy nehéz rész. És, a, és akkor itt jönne ez a 19-es analógiám, hogy hogy annak ellenére, hogy 18-ban ugye ott is egy ilyen 6000 dolláros árfolyam körül pattogott ez a szerencsétlen árfolyam 9 hónapig, tehát mindig leszúrt, és akkor mindig egyre kisebb emelkedésekkel, de látszott, hogy ez a ugye, kereskedők úgy hívják, ez a dead cat bounce, hogy egyre kisebbek a felpattanások, van egy ilyen padlóár, és akkor utána még az a padlóár is beszakadt, és még benéztünk a 6500, -6500 alá bőven, még ilyen 3500-4000 közé. De onnan például volt a gyors feltámadás, és a gyors feltámadás az meg elvitte ugye nyár, 19 nyár nyarának közepére 13.500-ig a bitcoin, tehát ott volt egy ilyen 300-350 százalékos emelkedés, az is 100 dollár alól 3-400 dollár környéken kereskedték simán egy pár hónap leforgása alatt. Szóval őszintén szerintem a 23-ban ez is benne van. Tehát annak ellenére, hogy azt mondom, hogy ez egy nehéz év lesz, ez nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy az árfolyamban folyamatosan ilyen depresszív árakat látnánk. Azért szerintem egy dolgot, és emiatt vagyok egy picit félős, vagy kicsi, kicsit szkeptikus, hogy nem, nem, nem azt mondom, hogy na, itt biztos lesz egy nagy ekópámp, és itt nem tudom, 30-40 ezerig meg se áll a bitcoin, 3-4 ezerig meg se áll az eter. Az az, hogy 19-ben nagyon-nagyon más volt a makrokörnyezet. Tehát 19-ben ugye egy teljes monetáris lazításban voltunk még, élveztük az alacsony infláció és az alacsony kamatok okozta a likviditás plusz a likviditásbőséget, ami miatt a rizikós eszközök, amerikai tech részvények, kriptovaluták, azok egy nagyon támogató környezetet élveztek most, ha azt mondjuk, hogy, hogy tartósan magasan maradnak a kamatok, tartósan magas az infláció, vagy lassan sikerül megfékezni az inflációt, az nem fog segíteni a kriptovalutáknak a feltámadásban, és emiatt. Tehát az, hogy. Ugye 19-nek is mi a vége? Ugyanúgy összeomlik a bitcoin árfolyama, a 13.500-at nem bírja, és beszakadunk, és a 10.000 alatt uh, a megy a vergődés, aztán 20 elején bejön a Covid, és akkor megint beszakadunk 3.500-ig, tehát hogy, hogy, ott is azért tartogatott az élet meglepetéseket. Ugye ezt a részét nem látjuk, hogy hogy fog csapongani az árfolyam, de az, hogy szembeszéllel kellene egy, hossz, egy, egy, nagy esés után szembeszéllel kellene egy negatív környezetben feltámadni, az látszik, hogy, hogy azért ez egy kihívásokkal teli év lesz. És hogy látod mondjuk, amikor ez lenne 23, te mennyire hiszel ezekben a négy éves ciklusokban, és egy tipikus dolog, amit szoktak mondani, értem ez alatt a, a felezést, ami nagyságrendileg négy évente történik, tehát hogy a bitcoin uh, jutalmat azt uh, felezik, és ezt szokták úgy picit beárazni, hogy akkor onnantól van egy újabb feltámadás. Ezt például te hogy látod? Hát uh, figyelj, tehát igazából ugye az van, hogy, hogy van egy, tehát, mi kell ahhoz, hogy feltámadjunk? Szerintem két dologtól hmm. tud feltámadni a bitcoin árfolyam és ezzel az egész kriptológiai Az egyik az az, hogy a kriptóban történik valami olyan, ami újra vonzza az embereket, olyan technológiai innováció, olyan befektetési lehetőség, valami olyan novum, ami valami egy, egy sztori. Ugye az embereknek hmm. mi kell ahhoz, egy sztori kell, egy olyan új sztori ami újra bevonsz friss tőkét, és amitől újra megkezdődik ez a kriptóban olyan jól ismert és jól szeretett hullámvasút, mm. csak most éppen felfelé pumpálva, nem lefelé. Tehát vagy kell egy kriptósztori, ez lehet a felezés, a, vagy az előbb említett nem túl kedvező makrakörnyezetnek érdemben meg kellene tudnia változni. Én őszintén mind a kettőre látok esélyt. Tehát a, a, makrokörnyezet ugye abban tud változni, hogy ugye a CPI számítás például most jelentősen meg lett másítva, nem tudom. És hogy nem, ez nem nagyon, Tehát megint az, hogy nézek mondjuk kriptós csatornákat, ott, ott látok, hogy említettek külföldiek is. Erről, én erről csináltam a patreon egy saját videót, amikor ez, ez teljesen kijött, mert ez egy, ez egy óriási nagy dolog, hogy igazából, ha a Fed nem csinál semmit, csak úgy ül csöndben, Igen. is nagyon meg fogják veregetni a vállát, hogy szép volt. Mert, Igen. és igazából teljesen másképp, hát teljesen, tehát értjük az alatt azt, hogy nem a két évet nézzük, Igen. hanem, hanem, hanem az előző évet nézzük. Na de hát ez az apró pici módosítás pontosan elég lesz 23 ban Igen. ahhoz, hogy korai győzelmet tudjon a Fed hirdetni, hiszen mi történik? Egy iszonyatosan magas inflációs év lesz a bázisunk, nincs megosztva legalább a teher, tehát nem az van, hogy 24 hónap Igen. között van elosztva a bázis, hanem 10 két hónap van, ahol szuper magas a bázisunk, innentől kezdve, ha ugyanolyan rosszak maradnak a számok, mert akkor is ugye matematikailag ki fogja hozni, Igen. hogy ez valójában egy jelentős esés, pedig nem esés, csak megemeltem a bázist. Innentől kezdve viszont a Fed ugye, és ez például nekünk nagyon jó lehet, mert a Fed ilyenkor akkor bejelenteti a korai győzelmét, ugye lobogtatni fogja az ászlót, hogy megcsináltuk, megmondtuk, hogy el vagyunk kötelezve, el vagyunk kötelezve az infláció megfékezésével minden eszközzel, hát tényleg minden eszközzel fékezték meg, mondjuk pont egy olyan eszközt elő, ami nem tudom, hogy mennyire, nem tudom, hogy fogalmazzunk. Igen, igen, de hogy tehát, ezzel hogy... is szeretnek játszani. Igen, én. tehát, hogy most akkor így, akkor a Fed győzött, viszont ha a Fed győzött, és az infláció mégsem olyan magas, csak az emberek élnek rosszabbul, de ezt hagyjuk, akkor, akkor valójában nekünk ez pont elég lehet arra, hogy egy kicsit lazítsunk ezen a, ezen, a, ezen a szorításon, kicsit lazítunk a szorításon, akkor azt meg tudjuk, hogy a friss pénz, az meg szeret a rizikós a rizikus dolgokba áramolni, innentől kezdve ez felkaphatja a bitcoin árfolyamát, és például, hogyha ez a, ez a story line kezd mm. érvényesülni, akkor mondjuk a második fél évben szerintem már akár, akár ilyen élettel teli valódi mm. forgalommal és, és, jelentős áremelkedésekben bővelkedő kriptopiacot, tehát egy ilyen éledező kriptopiacot láthatunk. Ha nem is marad ez a vergődés, vagy ez történik, de a Fedennek ellenére nem lazít, akkor, akkor marad a szembeszél. A másik lehet, ugye a belső, a saját sztorink, a saját narratívánk, az meg lehet a felezés. És bár őszintén én azt gondolom, hogy azért ez a kriptovilág egyik legnagyobb ilyen önbeteljesítő jóslata. Mindig elmondom. De eddig szuperül működött, és őszintén én arra számítok, hogy ebben a ciklusban még működni fog. Uh -huh. valójában, a, valójában azt gondolom, hogy a bitcoin árfolyamára most már, hogy ugye 19 nem tudom, 3-4 millió Kb. darab coin van kibocsátva, és ugye 21 millióig mehetünk, tehát már bőven 10 alatt van az, a, ami kibocsátásra kerül, és ez a 10 120 év alatt fog kibocsátódni. Innentől kezdve azt gondolom, hogy a belső, belső inflációs görbének a lassulása a sokkal kevésbé a, árfolyam felhajtó hatásuk ellen legyen, mint például mondjuk a bitcoin, kvázi ugye ezt hívhatjuk a bitcoin biztonsági büdzséjének is, hiszen a bitcoin biztonságát a bányászok biztosítják, és a bányászok viszont ebből élnek. Tehát gyakorlatilag a bányászok, tehát a, a biztonsági büdzsénket felezzük el valójában. Szerintem ez egy fontosabb aspektus, erről nem nagyon szoktunk beszélni, Hü -hü. pedig szerintem ez egy elég izgalmas kérdés, hogy ez miért jó, hogy négy évente elfelezzük azt a pénzt, amit arra költünk, hogy ez a hálózat feltörhetetlen maradjon, de egyelőre ez még látszik, hogy nem okoz gondot. Várjuk meg a következő felezés. De hogyha mondjuk megmarad a tendencia, hogy viszont maga a bitcoinnak az értéke egy fölfelé, tehát az árfolyamnak, akkor az valahogy elvileg kompenzálhatná. Hát igen, csak ez ugye azt jelenti, hogy most nem tudom, meg kéne nézni, hogy hol van a floor price-a a bitcoin bányászoknak, Uh... Hát azt most nemrég uh, léptük át, szerintem hogy ismételten profitábil is lett. Igen. Valami. azt szerint, ha a múltkor, 20... mint a jól láttam, most én sem tudom, hogy a pontos én számot, nem... de hogy, hogy, tényleg az volt, hogy valamilyen ilyen 20 eleje fele volt az, és, és most, hogy amikor megléptük ezeket a magaslatokat, hogy most 22, 23, 24-ig is fölmerészkedtünk, kerültek ismételten abba Igen? a helyzetbe, hogyha jól láttam. De Attila, most ez azt jelenti, hogy 24 márciusától akkor, hogyha vegyük, hogy 20 ezer mondjuk a bitcoin bányászat a önköltség, igen. akkor 40 ezer dolláros árfolyamot stabilan fel kell tartani, hogy a bitcoin hálózatának a biztonságát fent tudjuk tartani a jelenlegi szinten. Ezért mondom, hogy szerintem a következő, tehát hogy, ja. a, hogy a, következő ciklusban ez még fontos lesz és számítani fog, de szerintem nem is ezért lesz fontos, hanem azért lesz fontos, mert szerintem ez egy tök jól sztori. Ezt az emberek hamar megértik, és ezt szeretik, és emiatt viszont látni fogják, hogy úristen kevesebb bitcoin lesz, és akkor innentől kezdve bitcoinbe érdemes fektetni. Bitcoinbe szerintem nem azért érdemes fektetni, mert most 625-re a 3,125-re vagy felezzük a kibocsátását 10 percenként a friss bitcoinoknak, hanem azért, mert ez egy decentralizált pénzügyi rendszer egyik alapja, és egy nagyon jó digitális értéktároló és befektetési eszköznek bizonyult az elmúlt tizen pár évben, tehát ez az én befektetési teóriám a bitcoinnal kapcsolatban. de az új befektetőknek meg ennél azt gondolom, hogy valami hangzatosabb kell, és innentől kezdve én hiszek abban, hogy az önbeteljesítő jóslat az megint működni fog. Igen, tehát én is úgy gondolom, hogy ez, ez simán benne van. Te... Év végén szerintem most köthetünk rá fogadást, hogy év végén, tehát ilyen szeptembertől elkezdjük hallani, hogy a felezés nincs beárazva, a felezés nincs beárazva, a felezés én nincs beárazva, így van, és ezt végignéztem 16-ban is, és utána végignéztem. És mindig a legnagyobb csalódás, amikor odaül a géphez, tette ezt múltkor 2020. május, aztán én igen. Igen. Viszont már vissz kellett nem, hogy 12-én én, én kapaszkodok a szépben, olyat megyünk, jön a felezés, és olyat megyünk. És akkor a legnagyobb Sem, szamodás, és semmiet nem megyünk. kapcsolja a gépet, frissítget, és semmi nem történt. Sőt, még tovább elkezd lefelé menni egy picit az árfolyam, Igen. és utána... 16-ban még eléggé be is szakadtunk rá, de mondom, hogy a felezés, tehát ott még ilyen szóval csúnya is hogy, volt. Azon gondolkozó, hogy... Itt hallottam én félre? nem az volt, hogy itt most külgazdag leszek úgy kb. másnap, Igen. és akkor ha ez érdemes ezt hiszen, tehát hogy, hogy ne abban a hídben legyünk, hogy akármennyire is beszélünk erről a felezésről önbeteljesítő jósattól, ez a legtöbb esetben ez egy ilyen lankásabb felemelkedés, de eddig egy elindító folyamat szokott Abszolút. Hát utána, lenni. utána, ugye a felezés után durván egy évvel szokott bekövetkezni az, amikor, amikor, teljesen megjön a mánia. Tehát a, most, hogyha így a saját terminológiáimat használtam, akkor ugye a, most vagyunk szerintem így a depresszió, vagy így az agónia mm -hmm. évében. Tehát mo most lesz ez az év, amikor senkinek nem fog lenni a kriptó, aki, aki, aki nincs benne, nem hisz benne, nem látja át a technológia hozzáadott értékét az emberiséghez, az távol tartja tőle magát. Aki szkeptikus, az elmondja, hogy na ugye megmondtam. A, a, ha tartjuk a korábbi ciklusokat, akkor a jövő évben várható az, hogy megkezdődik az expanzió. Tehát ugye bejön a felezés, mm -hmm. a felezés narratívája megtörténik. Uh, én arra számítok, hogy az Ethereum-on, mint okos, okos szerződés platformon uh, Történik valami innováció, például 20-ban ugye a DeFi Summer, az egy ilyen szempontból, ugye, hogy nem csak tervezés, meg egy-egy ilyen uh, szánypróbálgatás szintjén voltak decentralizált pénzügyi applikációk, hanem volt egy óriási boom, tőkét vonzott be, működtek az applikációk, megszülettek az első jól működő decentralizált tősdék, kölcsönvevő, hitelező platformok, szóval rengeteg minden történt. Ott ugye ez megint egy nagyon jó sztorilány, ez megint friss embereket, friss pénzt vonz be, és aztán utána viszont 25-ben átlépünk a Mánia ciklusba, amikor most bocsánat, de a kutyagumira ráírjuk, hogy nem tudom, DeFi vagy blockchain vagy bitcoin vagy kriptó, és akkor az is tízszer annyit ér, pedig ugyanaz a mint előtte volt. Ott ugye sajnos elszaporodnak a szkemmek is, meg az átverések. Viszont ott van az a pillanat, amikor amikor, amikor tömegével, tehát több tízmilliósával, vagy százmilliósával ombordoljuk az új, az új embereket, az új felhasználókat a kriptokosztémába, és akkor ott van mindig ugye a, ennek a mániának a vége, amikor amikor annyi új beszálló van, és annyi új projekt, hogy mindent el lehet adni, és ugye a hullám a lyukas csónakot is felemel, és mindennek felmegy az ára. Tehát körülbelül, hogyha, hogyha így a töltet, hogy ilyen ciklikusak vagyunk, és tartjuk ezt a ciklikusságot, akkor, a, a, akkor, akkor ezek a várakozásaink, hogy ez egy szűk és nehéz év lesz. 24-ben szerintem már látunk életet, és 25-ben pedig a, aki most vet, az 25-ben várhatóan aradhat. Ugye itt több dolog történhet, a rossz makrokörnyezet ezt kitolja, és 25 az csak 26-ba, 27-be jön el. Mert ugye az infláció Igen. lassan csillapodik le, nem jön olyan innováció, elhalványodik ez a felezés, storyline, hmm. nem jön olyan invol, fejlesztés egyetlen a kriptos platformos, ezt a legnehezebb elképzelni, nem vonzana be tömegeket, de megtörténhet, hogy most már kitaláltunk nft DeFi-t, ICO-t, mindent. De ami miatt azért én mégis arra számítok, hogy ez ilyen viszonylag ilyen egyszerű vagy kiszámítható, az az, hogy ezt az egészet ma a még mindig ember működtetik, és az emberek viszont nem változtak meg. Mm -hmm. És az emberek két-három év alatt felejtenek, és az emberek két-három év múlva ugyanúgy Így. majd meg Ez akarnak. Az sok mindent meggyógyít. Így van. És majd utána ugyanúgy meg akarnak gazdagodni gyorsan munkanélkül, és majd utána kell egy ilyen, nem tudom, flavor of the season, hogy mi, mi, mi az aktuális dolgon, amiben bele tudunk szeretni, és akkor most lehet, hogy nem az NFT-k lesznek, hanem pont-pont-pont, nem tudom De mi. Van. Most ugye nagyon érdekes, hogy a a pont, amint te is vendég voltál a Patreon találkozón még januárban, akkor itt arról beszéltem, hogy igazából nem tudom, hogy van-e alapja a dolognak, nincs, de a ChatGPT miatt tök mindegy, hogy éppen milyen szinten van az a AI kriptó dolog, az igazából most emelkedni fog, mert rögtön összekötik az emberek azt, hogy a itt a Google is nyomja, akkor ott van ez, akkor mi az, ami az AI-hoz kötet, és akkor ja, láttam ilyen mémet is kiírták, hogy AI Bitcoin, AI írjuk, mindegy, csak <laughs> gyereki vele, és akkor venni fogják. És utána ugye ja. az is volt, hogy meg is indult, és nyilván két nappal ezelőttig, vagy meddig, vagy meddig tartott ez a, a zöldről, vagy három nappal ezelőttig, amikor a, a több ilyen um, protokoll indokolatlanul <laughs> kilőtt itt a medvepiacban, és ugye vezette abszolút a listákat itt a top 100 is, a top és az AI-hoz köthetőek. Annak ellenére, hogy most ott tartanak, nem tartanak ott, és lásd, ilyen is volt régen ugye a DeFi történet is, hogy mindegy, hogyha valaki már beírta, valahova bevarázsolta, hogy DeFi a, a, a névbe, akkor ez már valami DeFi letette, nem tette le a megfelelő dolgokat, tök mindegy. Te egyébként ebbe az AI történetben ezt egy ilyen olyannak látod, ami egy ilyen fellángolás, aztán utána még de messze vagyunk ettől. Mert ugye például kicsit a most a, a, a metaverzum van, illetve, hogy nagyon fölkaptuk még gondol, hogy minden, és akkor mindenki úgy gondolta, hogy Igen. én most már elkezdek butort nézegetni, mert hogy már jövőre nagyon cikire nem lesz berendezve a virtuális szobám. Aztán most ott állunk, hogy ma ha hogy Paris Hilton egy ilyen dating platformot akar létrehozni a sandboxban, is indult 13-án. Szóval, és az is hogy egy kicsit úgy leült, és akkor, id, még se a forrónak áll. Erről mi a véleményed? Hát a, tehát egy biztos, hogy, hogy a hype cycle-ben most nagyon-nagyon magasan vagyunk AI-ban. Tehát hmm. a, Nyilván én is beregisztráltam, és álmatlan éjszakáimon nyomogattam a ChatGPT-t, hogy megfejtsük együtt az élet értelmét. Egyébként egészen megböbbentően jó válaszokat adott, szóval. A... Én nem vagyok olyan szempontból szkeptikus vele, tehát én, én, a... én elégedett vagyok azzal, a... ahol ez most tart. Egyébként őszintén nézegetjük, hogy például a mi mindennapi operációnkban is hogy tudjuk használni, akár nem tudom, és nagyon sok helyen ugye. A... Akár a marketingben, akár a kereskedés optimalizálásában, akár ügyfélszolgálatban, a... tehát mondjuk egy Chat gpt látszik, hogy meg lehet tanítani a websájtodnak így a bizonyos elemeit, uh -huh. innentől kezdve rá a chatbotot építeni, hogy a mögött nem mondjuk egy ilyen fast válaszadás van, hogy ez a uh -huh. probléma, az a probléma, akkor ezt az FAQ vagy azt a egyik cikket ajánlom, hanem hogy effektív a GPT válaszolgat azok után, hogy, hogy megtanítottad vele, hogy hogy működik a szolgáltatásod. Ez például nekem egy ilyen nagyon érdekes kísérletemben lehet, hogy idén bele is csapunk, hogy megnézzük. Tök jó vagy most például, nem tudom, grafikákat gyártattunk nem chatgpt hanem, a, hanem egy másik AI-jal, és megdöbbentően jókat csinál, tehát a blogon, blogon már vannak olyan mm -hmm. grafikáink, amit nem élő ember, nem grafikus készített nekünk, hanem, a, hanem kifejezetten egy AI-jal készítettünk. Most kísérletezünk egyébként videófronton is vele, hogy mi lenne, ha AI generált videókat, a videókkal jönnénk ki, és nem élő szereplősökkel. Szóval nyakig benne vagyunk, mert ugye kriptusok vagyunk, ami azt jelenti, hogy imádjuk az innovációt, úgyhogy emiatt nagyon imádjuk az AI-t is, meg nagyon a nagyon a, sokat beszélgettünk egyébként az irodában is erről. Ez pont az, amit mondtam. 17-ben az ICO, hm. 20-ban a DeFi, 21-ben az NFT, most AI. Tehát igen, a... nekem is az, hogy én pont erőtött eszembe a gondolat mellett, hogy beszéltél a DeFi-ről, a, a, DeFi a 2020-as DeFi számáról, hogy, hogy mi az, ami egy kicsi lendületet hozhat, és igaz, hogy most még itt 23-ban toporgunk, de most pont éppen ezt éljük meg, hogy. hogy hogy ez, ez hozott egy egy, egy egy kisebb életet ebbe a területbe, mert hallelujah, ehhez lehetett kötni a, a kriptót és hogy, hogy ilyen, ilyen van akkor a kriptótéren is valami. De hogy az a kérdés, hogy most ugye ez, ez, ez mekkora, mekkora laufot enged, mert ugye az DeFi számára az, az egész szépen alakult. Ezt ugyanúgy mentünk lefelé utána augusztus végén, de mégiscsak szép nyári élményekkel zárult már akinek. Abszolút, meg hát ugye, Hú, tehát hogy azért mondom, hogy 20 ez például, ugye, tehát hogyha maradunk ebben a négy éves ciklusban, és próbálunk párhuzamokat felállítani, akkor, akkor 20 ez 2016, vagy 20 ez 2024, tehát hogy, egy hogy olyan. az expanzió éve. Tehát, hogy a, ott már, ahogy te is mondtad, egy ilyen lankás, de egyébként stabil, megbízható emelkedés, például a bitcoin árfolyamában, az egész kriptovaluta piacma, a piaci kapitalizációjában, az nagyon rendszerűen és nagyon szépen felismerhető. Tehát 16-ot is elkezdjük 200-250 dollár környékén, évvégén már egy ezres körül zárunk. Tehát nyáron ott már ilyen 400-ról 600-ra, évvégén már 600-ról 800-ra, évelején már 1000-re. Tehát ott már ilyen akkor óriási ja, ő... akkor dőlnek. Így, van, idégek, hogy így van. Eddig legalábbis. Ott, ott már ilyen nagy emelkedések voltak, és akkor, hogyha tudjuk tartani ugyanezt a ciklikusságát, akár külső-belső sztorilájnokkal, meg akkor én azt gondolom, hogy 24, az tipikusan lehet az, hogy nem tudom, x honnan nyitunk, de ott már egy ilyen két-háromszoros emelkedés a mondjuk bitcoin árfolyamában, és akkor nyilván egyéni sztorikban ennél lényegesen nagyobbak, meg altcoinokban egy három ötszörös ötszörös tízszeres emelkedés, ez szépen benne van, mert az, 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 expanzió éve az már a az már egy felvezetés a mánia évére, amikor, hmm. amikor elszabadul az őrület, és mindenki, mindenki, mindenki aranyat akar találni. És te mely területeket, mert látsz fantáziát, most ugye volt ez a Layer 1 őrület, hogy kijöttek a, a, különböző Layer 1 protokollok, és ugye elindultak Ethereum Killer néven, hogy akkor most ezt kinyírjuk az egészet és ott is vannak különböző területeken, különböző fejlesztések, tehát igen, csak komoly projektek is vannak. Aztán jöttek a Layer 2, amiről mi erre építünk, és akkor így fogjuk eskálázni ezt a dolgot, ez főleg az Ethereum esetében volt nyilván abszolút fontos. És akkor vannak, ugye, és akkor itt a, a, gaming világa és társai, tehát hogy mire gondolsz te, hogy ha majd újra magára talál a piac, nyilván most lehet bármikor ilyen kakuktojás mint most az AI volt, és úgy, úgy előbukkant valahonnan, de hogy önmagában mi az a terület, ami jó eséllyel tud majd ö, jól érvényesülni a következő bika piacban? Hát őszintén ugye én egy picit a, bevallom, én picit benéztem 21-ben a, itt a, ezeket a storylineokat, tehát hogy ö, el hajtóak veszni a tényekben is, nem, nem, nem tehát hogy a, a tényeket figyelem, és nem azt, hogy milyenek az emberek, és hogy, a, hogy, hogy mire rezonálnak, és az tökre látszott, hogy például a mik 21 ben én arra voltam fókuszálva, hogy a nap végén az emberek a nem, a platformok, nem protokollokat fognak használni, nem platformokat. Ehhez képest 21-ben például a nyerőfogadások egyértelműen az volt, hogy protokollakra kellett tenni, és a protokollokban a legjobb duma, vagy a legjobb storyline, amit az az volt, amit te mondtál, hogy az Ethereum szuper, az okos szerződés a, pénzügyi, a jövő pénzügyi rendszerének az alapja, de az Ethereum túl lassú hozzá, az Ethereum túl drága hozzá, az Ethereum nehezen skálázható. Ezért itt van a megoldás, amit úgy hívnak, hogy szolana, törrö, 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 és akkor kérlek helyettesíts be a te kedvencedet. És látszott, hogy, a, hogy, hogy, ezzel, hogy Ethereum Killer a Layer van a smart contract platform, tehát hogy egy Ethereum helyettesítő, vagy egy Ethereum gyilkos okos szerződés platformot építünk, ami sokkal gyorsabb, sokkal olcsóbb, sokkal megbízhatóbb, sokkal mindenebb, valami, vagy ezek közül minden, vagy valami, azokkal sima százszorosokat lehetett csinálni 2021-ben. Ö, és akkor szerintem itt azért így a, 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 ugye az, amiről szoktunk beszélgetni, hogy a, a medvepiac az azért jó a kriptósoknak, mert végre nyugi van, és lehet építkezni, hogyha, hogyha valamelyik csapat ezt a, ezt a jó tanácsot komolyan veszi, a, akkor, akkor ezekben az években tud nagy eredményeket elérni. És bár közel nem látszik az Ethereum árfolyamán, de én azt gondolom, hogy ez egy egészen-egészen megdöbbentő eredmény, hogy az Ethereum csapata, bár iszonyat késéssel és rengeteg ígérgetéssel és nem tudom, mennyi, mennyi rossz indulatú beszólással tarkítva, de elhozta nekünk azt, hogy Proof of work ről Proof of Stake-re az Ethereum hálózata. És a, és szerintem, én nem is vagyok technológiai ember, a, úgyhogy valószínűleg nem is tudom jól átadni, hogy ez, ez mekkora dolog, de hogy így körülbelül én úgy értettem meg, hogy úgy szűrtem le magamnak, hogy ezek a fiúk egy 10.000 méter magasan repülő repülőgépben, menet közben kihúzták a motort, és bedugtak egy teljesen új motort. És ezt úgy tették meg, hogy az utasok még nem is zökkentek egyet tízezer méter magasan, nem az, hogy halálfélelembe zuhantak a tenger közelébe, és az utolsó pillanatban a hős megmenti őket, és felrántja a kormányt, és pont nem omlik össze az Ethereum -hálózat, hanem hogy kb. szerintem, nem tudom, mi szerintem nem volt meg a 24 óra. Tehát szerintem mi pár órás leállás után hmm. mi ugyanúgy százszázalékos Ethereum használatra visszatértünk, mint előtte, és teljesítettük az ERC 20-as tokenek kiutalását és fogadását is meg nyilván a, a tertokent is ugyanúgy kereskedtük. Szóval én azt gondolom, hogy én nem tudom hangsúlyozni azt, hogy ez, ez mekkora elképesztő nagy eredmény. És nem is az, hogy ezt meglépték, hanem ez is önmagában óriási, de ami szerintem igazán igazán nagyon fontos megérteni. Az az, hogy ezek a fiúk képesek lesznek leszállítani azt, ami a jövőben ahhoz kell, hogy az Ethereum megőrizze a vitathatatlan piacvezető szerepét, mint az emberiség új okos szerződés platformja. Hogyha az Ethereum ezt tudja szállítani, ugye a legtöbb fejlesztési időben ment bele, a, a legrégebbi okos szerződés lánc, a legtöbb user aktivitás van, gyakorlatilag az összes újítás, tehát az ICO, az NFT, a DeFi, minden az Ethereumról indul. Ö ez a legélettelibb, ez a legéletképesebb, ez a leginkább jelen pillanatban sikerre ítélt lánc. Nekem személy szerint nagy kérdés volt az, hogy a, hogyha ez még további éveken át tartó ígérgetés és egy soha le nem szállított ígérgetés, akkor annak ellenére, hogy látszott, hogy a metrikákban toronymagasan magasan vezet a többi challenger előtt, bennem reális volt az, a, a veszélyérzet, hogy előbb-utóbb valaki, aki viszont tényleg szállít, az le fogja győzni az etereumot. Mert még a bitcoinnak igazából valójában nem árt, hogy buta, valójában nem árt, hogy lassú, valójában nem árt, hogy nincs rajta érdemi fejlesztés, vagy nagyon kevés érdemi fejlesztés van, hiszen az emberek mi a francot akarnak vele értéket tárolni benne. Ahhoz nem kell gyorsnak lenni, ahhoz nem kell a legszuperebbnek lenni, meg a legtöbb fejlesztésnek ahhoz a legbiztonságosabbnak kell lenni, meg a legmegbízhatóbbnak, meg ugye nyilván legismertebbnek, hogy ott tárolják. <coughs> Elnézést. A, az Ethereumnál viszont egy csomó mindennek meg kell tudni felelni. Tehát ott gyorsnak kell lenni, ott olcsónak kell lenni, ott az új ügyféligényeket ki kell tudni szolgálni, töröl törőt, törőt. Törő. Tehát hogy azzal szemben rengeteg az elvárás. És számomra most az a kérdés dőlte, hogy az Ethereum hosszú távon meg tud-e tud ezeknek az elvárásoknak, és az én fogadásom, az én megértésem, ebből, hogy ilyen jól sikerült a Proof of Stake átállás, hogy igen, és a jövőbeni kihívóknak is majd meg fog tudni felelni. Ezek után innentől kezdve szerintem a, egy narratíva, ami nem fog működni 2024-ben, meg 2025-ben, hogy én vagyok az Ethereum Killer Layer one, és juhú, 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 mert hogy nem, az Ethereum az Ethereum Killer az Ethereum 2.0 volt. Nem a Solana, és nem, ne nem tudom mi. Emellett viszont az is nyilvánvaló, hogy lesznek még olyan okos szerződés platformok, amik más, más, aspektusból fogják kiszolgálni az ügyféligényeket, vagy tudnak a jelentős szereteket kihosítani ebből. Tehát szerintem a verseny tovább zajlik, csak szerintem a verseny az már a második helyért zajlik. És akkor itt kérdés, hogy itt ki a befutó. Szerintem nekem három olyan projekt van a radaromon, amit amit 23-ban, 24-ben, 25-ben biztos figyelni fogok, az egyik a Binance Smart egyértelműen, mert azt látom, hogy hiába, tehát hogy óriási a kompromisszum a decentralizáltság terén, tehát hogy szoktunk vele viccelni, hogy nem tudom, CZ lábánál fut egy Pentium 4-es, és akkor azon megy a BMB, de azt látom, hogy amíg a uh, gyors, olcsó, uh, addig az embereket nem annyira érdekli, hogy egyébként ez tényleg egy decentralizált rendszere, vagy egyébként ez egy full Ethereum klón, amit egyébként majdnem nem százszerzékben, de jelentősen centralizáltan futtatunk, tehát hogy legyen úcsó a penkészszop, meg férjek hozzá, hozzá az altkonyhoz, amit éppen én kinéztem, és a pénzügyi függetlenségem megteremtését várom tőle és ezt viszont tudja a BNB, nem mellesleg van mögötte 120 millió előfizetővel rendelkező kriptopiaci mamut, nem tudom milyen óriás, aki egyébként egyet-egyet pingel a hírlevelén, vagy kicsapja a login page hogy most ez vagy az vagy amaz történik a bnb és hogy olyan marketing erőt tud mögé tenni, meg olyan user számot tud behozni, amit senki más. Ott van a Solana, aki most nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy túléli ezt az FTX-es uh, csapást, uh, és uh, Innentől kezdve viszont ott, ott, ott ugye mindig is egy élő közösség volt. Az alapítónak szerintem nagyon, a, nagyon, nagyon, jó az a gondolata, hogy ez a konszenzus a fénysebesség a fénysebességével, szóval hogy szerintem ez egy olyan, egy olyan mondás, mögé fel lehet sorakozni, és egy csomó olyan új applikációnak fogja kinyitni a, lehetőségét, amit, amire az Ethereum jelen pillanatban nem is fókuszál, tehát ott szerintem tud teret nyerni, illetve nekem nagyon tetszik még a kozmosznak a koncepciója, úgyhogy én még arra, én azt gondolom, hogy még arra érdemes odafigyelni, mint, mint Challengerre, csak szerintem már nem az a kérdés, hogy kitaszítja le a trónról az Ethereumot, mint okos szerződés platforma, hanem az, hogy ki lesz mögötte az erős második, aztán harmadik. És ugye ezek azért azért fontos mondások, mert szerintem azt érdemes szem előtt tartani, hogy nem a bitcoin lesz az egyetlen, aki az ezer milliárd dollárról álomhatárt át fogja vinni, hanem szerintem az okos szerződés platformok közül is több lesz, aki, aki 1000 milliárdos market cap fölött fog forogni, főleg egy 24-25-ös, mm -hmm. remélhetőleg bull években. És mit gondolsz, hogy egy kicsit a veszély részét nézzük? Ugye a, a USA, és kicsit úgymond mennek a sztékeléssel szembe, e, elég erősen fogalmazzunk akkor így. E, lásd szabályozások és e, Gary Gensler éjszakai ötletei, amit nappal megpróbál megvalósítani. E, ez mennyire hathat ki azokra a projektekre, amik proof of stake alapúak, és így most már akár az Ethereum is, ami jelen pillanatban a másik legnagyobb a piaci kapitalizáció szerint. Hát őszintén szerintem ezek a folyamatok az ijesztőek. A... És főleg, a, főleg azért ijesztő, mert, a, mert Amerikából jönnek. Tehát, hogyha mondjuk egy Kína vagy egy Oroszország, aki szintén meghatározó nemzetközi hatalom, de ugye teljesen más berendezkedéssel rendelkezik, akkor azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy sokkal, sokkal kevésbé aggódnék. Hiszen hogy mondjam, ezektől az országoktól megszoktuk. hogy, megszoktuk ezt, hogy, ezt? hogy, hogy Kína be is tette ugye a 21-ben, hogy, hogy kell a bitcoin bányászatot leépíteni, igen. és túléltük. Igen, Kína négy évente betiltja a bitcoint, ugye valami súlyosabb intézkedéssel. A, ami, ami nekem például nagyon, a, nagyon aggasztó irány, hogy Kínában ugye az első súlyos lépés a bitcoin ellen, most már, ugye akkor én azért nem voltam még aktív bitcoinos, nem tudom megmondani azért, hogy 12-ben vagy 13-ban volt ez, de hogy a Kínának is az első lépése az az volt, hogy a kereskedelmi bankrendszerébe, hát kvázi ők egy kicsit direktebbek, ők kvázi betiltották a bitcoin, a bitcoin kereskedést végző platformok kiszolgálását banki termékekkel. Praktikusan az annyit jelent, hogy egy kínai bitcoin tőzsde nem tud számlát nyitni, mm -hmm. ha nem tud számlát nyitni, az eléggé megnehezíti az embereknek, hogy beutalják a jönnyukat és bitcoin csináljanak belőle. Tehát kvázi egy ilyen, a, ugye úgy szoktuk hívni ezt egy fiat gateway, egy ilyen törvényes fizető eszköz átváltási pontot, ezt így megszorít, jó alaposan megszorongatja a kínai pénzügyi intézményeknek a nyakát, vagy valami más teszt részét, és, és el a, a, a kínai vállalkozóknak, vagy a kínai bitcoin iránt érdeklődőknek a helyzetét abban, meg egyébként a magánszemélyekét is, hogy a pénzüket át tudják tenni decentralizált a hát nem pénzbe, de pénzhelyettesítő mm. eszközbe. És a, most ugye azt látjuk, hogy például ugye, a, aki nyomon követte a Binance-es dollár veszőfutást, azt látjuk, hogy a, hogy a Binance-nél, és egyébként szerintem más, a, más kripto volt a kereskedőknél, és elkezdődik ugyanez, hogy Gary Gensler most elkezdett konkrétan utána menni az amerikai kereskedelmi bankoknak, azok közül is a kriptobarát bankoknak, tehát név szerint például a Silvergate-nek, és hát azt hiszem, ahogy olvastam, politikailag valahogy úgy fogalmazták meg korrektül, hogy discouraging the commercial banks to serve crypto-related trading, tehát hogy így próbálják elbátortalanítani őket. Na most, Szép hát, fila van. Most így nem is tudom, hogy hogy, hogy hogy érezheti magát egy bankár, akinek a licensze függ, ugye, és a license az meg az egész működésének az alapja, hogy amikor a licencét kiadó ember próbálja elbátortalonítani, az vajon mit jelenthet, nem, nem szeretnék a helyükben lenni, de az, hogy mit okoz, az teljesen egyértelmű, mert binance úgy dobták ki, valószínűleg a legnagyobb ügyfelüket, ugye 120 millió user elő a legnagyobb központosított kriptovaluta szereplő az egész földbolygón annak én arra tippelnék, hogy azért legalább egy ilyen 50-60-70 a érintett dolláros utalásokat, tehát hogy ez egy brutális több milliárd dolláros forgalom, azon szerintem még a nagyon alacsony díjakkal is, de a Silvergate nagyon jó pénzt keresett, mm. mégis úgy dobták ki őket pár nap leforgása alatt, mint ahogy a forró krumpli dobja el az ember. Úgyhogy valószínűleg az elbátortalanítás, az, az kifejezetten jól sikerülhetett. És beszéltük, hogy nem is arról volt itt szó, hogy mondták ezt a százer e, dolláros igen, limitet, hogy hát most a kicsik szívjanak, de a nagyoknak, de ugye te elmondtad, hogy, hogy, hogy nem ez nem, a nem, de Hát Most menjen fel bárki a Binance-re, próbáljon meg belogolni, és próbáljon meg dollárba kikérni onnan, mert mint hogy nem USDT-ben vagy USDC-ben, mm -hmm. nem kifejezetten amerikai dollárban, a dolláros számlájára pénzt, ez nem működik, és ez már, ez már ugye a bejelentés után szerintem egy nappal próbáltuk, és már akkor sem működött az amerikai. dollár. a hatodikán jelentették, vagy a de nekem is többen írták, hogy már hetedikén sem működött. I igen, és a 100 ezer dollár fölötti kikérés sem működött, tehát hogy ott valójában volt egy fúrsáddán egy ilyen pár óra leforgása alatt. Ö és ugye az a baj, hogy ez nem egy példa eset, és nem az egyetlen. A most olyan szempontból nagyon kényelmetlen szerintem, hogy, hogy ez tehát az Amerikából jön, akinek azért alapvetően én inkább egy ilyen kriptopárti szerepet szántam volna így a, a jövőben. Most, hogyha megpróbálják megfojtani a törvényes fizetőeszközököz való kapuját, vagy bezárni, akkor, akkor ugye izolálják a kriptovalutákat, így a saját kis ökoszisztémájukba, és akkor beszorulunk abba, hogy mondjuk most vagyunk 300-350 millióan a világon, akik ezzel valamilyen szinten foglalkozunk, és akkor beszorulunk abba, hogy egymás között fogunk tudni kereskedni, a nagy árfolyam nem fogjuk tudni realizálni törvényes fizetőeszközben, vice versa, a törvényes nem tudni beszállni, amikor úgy látjuk, hogy itt a pillanat, vagy szeretnénk befektetni. Szóval ez nagyon megnehezíti. Nem fogja megölni, nem fogja ellehetetleníteni, nagyon meg tudja nehezíteni és nagyon le tudja lassítani a növekedést, hiszen a növekedésnek eddig az előző három ciklusban mindig az volt a lényege, hogy a Bitcoin, mint egy ilyen fekete lyuk, vagy a kriptoekoszisztém, az így Vesz egy ilyen nagy levegő. Volt egy csomó beáramlás, amit pont azt blokkolnák. Most, így van. Ami így... azt kell a növekedéshez. Így van. Mert hogy ugye ezek a beáramló millió dollárok, azok, amik így elkezdődik. A banki rendszeren keresztül áramlottak. Be. Így van. És ott ugye abból veszünk bitcoint, és a bitcoin szűkössége miatt azzal pumpáljuk föl, és ezzel húzzuk maguk utána a, teljes kriptoökoszisztémát, vagy szeretünk bele a DeFi-ba, és akkor már nem bitcoinért megyünk be, hanem már azt mondjuk, hogy én kifejezetten ebbe a DeFi applikációba szeretném, egy 10% a kamat, ugye 2020, még mondjuk az amerikai állam kötvényen keresek egyet vagy kettőt, és hogy köszönöm szépen, én inkább plusz nyolcat szeretnék, egy kockázatosabb, úgyhogy átváltom egy stablecoinra, ra a stablecoint-t leteszem egy ávén, n az AV -n megfizet nekem ennyit. És akkor így hirtelen beindul egy belső ökoszisztéma, egy kriptogazdaság beindul. Most ennek ezt a zsilipelő szerepét próbálják és ez nincs is ö, nagy dobra verve egyébként jelen. Nem ez, a, a, a... Tehát, hogy ez igazából most így őszinte leszek, amikor először olvastam ö, ezt a hírt, és amikor azon gondolkoztam, hogy ugye mindig azt mondják, hogy ilyen temporary, tehát most akkor csak egy álom, kicsit így lesz. aztán így marad e egy tíz évre. Lenni. De ez tudod először én, én őszinte leszek, arra gondoltam, hogy ö, amikor a kiutalásra mondják ezt, akkor parázok. De itt igazából nem arról van szó, hogy most ő megrodjant belül, és, és összeomlik a Binance, és nem tud ki, hiszen ott van a rengeteg más alternatíva. És az első olvasatban nekem, amikor én cikkekből dolgozom, nekem az jött le, hogy akkor, hát igen, nem, akkor itt megy egy újabb partner kell keresnünk, és ezt kell túlélni. De abban az olvasatban, ahogy most te ezt így elmondtad, és utána én is, amiket még utána még találtam róla, hogyha itt az a úgymond összeesküvés elmélet mögötte, hogy ez csak az első lépés volt, hogy úgymond levállasszuk őket a, 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 a kriptót a, a banki rendszerre, és nem arról beszélünk, hogy hogyan olvasszuk ezt össze, és hogyan legyen ez beintegrálva a pénzügyi rendszerbe, hanem konkrétan hogyan tudjuk megint izolálni és kicsit visszamenni, akkor ha ez begyorsul és elterjed, tehát más ország is mondja, ó, ezt csinálták. Végül is mi sem vagyunk kriptobárátok, tegyük hozzá. Annyira csak rá voltunk kényszerű, és megjátszottuk magunkat, de igazából legbelül úgy érzem, hogy nem. E, akkor más ország is ezt átveheti, és ez igazából, ha nem is megölné a dolgot, de hogy nagyon visszadob, mert megint egy újabb dolog lenne, ami évekre visszadobhatná az egészet. Igen, ez nagyon nehezített. Én ugye azért vagyok meglepődve, mert itt Európában van egy olyan uh, Mika nevű rendelet, amire már nagyon várunk kriptósok. Ugye ez gyakorlatilag egy szabályozott uh, nem tudom, brókeri tevékenységhez vagy tőzsdei kereskedéshez hasonló licenc igénybevételét igényli, ugye nyilván a, magyar, a magyaroknak a Magyar Nemzeti Banktól, mm. de ugye úgy van kitalálva a törvény, hogy az Európai Unió blokkon belül, aki megszerzi ezt a licencet, az mind a 27 országban végezheti ezt a kriptovalutával kapcsolatos tevékenységet, attól függ, hogy mire szerzett licencet. Ugye itt lehet tanácsadásra, lehet váltásra, lehet tőzsdei üzemeltetésre licenc szerezni. <sínt> és ugye azt gondoltam, hogy a, hogy ugye az EU szokott lenni a lassabb, az EU szokott lenni a bürokratikusabb, az EU szokott nehezebben lépni. Tehát én arra gondoltam, hogy ebben viszont egy picit előrébb vagyunk. Tehát ugye ez a tervezet már 18. szeptemberre óta szerintem publikusan elérhető, tehát ezt már jó régóta rágjuk. 18, bocsánat, lehet, hogy butaságot mondtam, szerintem. Két, nem, nem, bocsánat, mert még ilyen NSZ-úra van benne válasz, de egy, mindegy, hagyjuk. Mert és a, a pontos dátumot, okay, Igen, a tehát hogy egy a, már egy pár éve azért ezt már így rágjuk és ugye most az áprilisi szavazási, vagy az áprilisi ülésre van kitűzve szavazásra, és a törvény javaslat úgy szól, hogy 18 hónapja lesz a szolgáltatóknak, 12 vagy 18 attól függ, hogy melyik kategóriába esnek, hogy megszerezzék ezt a licenzt, és akkor be kell szüntetni a tevékenységet, vagy onnantól kezdve már ugye uh -huh. központi bank által felügyelt tevékenységként végzik tovább. És én arra számítottam, ugye volt is egy a Vájdentől egy rendelet, arra számítottam, ahol így a különböző földgyűlő szerveit utasította arra, hogy vizsgálják Igen. meg a kriptovalutákat. Én arra számítottam, hogy a, az európai szabályozási csomag mintájára, ők is a saját szabályozási rendszerükbe elkezdik ezt beilleszteni, és elkezdenek egy ilyen támogató környezetet kialakítani. Most itt ugye az történhet, hogy még mindig a drága jó szemnek és tetteinek a, a levét is szuk, és hogy azért alakul ki ez az ellenséges hangulat, és azért vagyunk ebben, hogy ahelyett, hogy egy ilyen Ugye Amerika azért mindig támogatja az innovációt alapvetően, tehát gazdasági nagyon sokszor abból kovácsolt, hogy nyitott volt az újra, megpróbálta beilleszteni, nem ellenséges, és a többi, és a többi. Most itt látod, hogy csak az van, hogy ebben a 8-10 milliárdos buktában nagyon sokan megégették magukat, emiatt van egy ellenséges hangulat a kriptóval, és most valójában lehet, hogy csak annyi történik, hogy nincs nagy összeesküvés elmélet, hanem Gary Gensler most végre meghallgatta, hogy a száz helyről, hogy ő nem végezte el a munkáját, ezért égette meg magát ennyi amerikai kisbefektető, na és akkor ő most viszont végzi a munkáját, mm. viszont ő úgy végzi el a munkáját, hogy lehetetlenné teszi, hogy az amerikaiak sztékeljenek, lehetetlenné teszi, hogy az amerikaiak vagy mások dollárt használna, kibeutaljon könnyedén ilyen kriptovalutatősdékre. Tehát ő lehet, hogy lehet, tehát hogy ő úgy fog elvégezni a munkáját, hogy nem az FTX és ott egy szereplő volt rossz, és őt kell megbüntetni, és egyébként egy átlátható transzparens mm. szabályozást adni, hanem lehet, hogy ő arra nagyszerű konklúzióra jutott, hogy az egész nem ér egy fabatkát se, és az a legbiztosabb, ha úgy védjük meg tőle a drága amerikai népet, hogy nem férhetnek hozzá. Mert azért most ezek a döntések egy kicsit ebbe az irányba mutatnak, hogy amerikai nem sztékelhet. De miért nem? Tehát, hogy egyébként... nagyon trükkösen a, a, a azt mondták, hogy kisbefektetők. Tehát, azt hogyha mégis megtartjuk, tehát akkor az nagyon érdekes, hogy az intézményeknek meg akkor azt mondják, hogy akkor mehet. Tehát akkor Hát meg, Nem. Ezt, ah, jossz, meg a stéker is nagy részt decentralizált alapon zajlik. Jó, igen, Mi, igen, mit igen, fog igen. mondani tehát szankcionálja az adott, nem tudom, ez, láncnak... ez Nem a stékelés, mint olyat unblock szüntetné meg, hanem itt most arról beszélünk, hogyha mondjuk centralizált. Hát igen, a Krakenen a nem fogok a tudni kokre, A Krakenen már nem, tehát ott Te ők ők már majd i be is jelentették. Így hogy... van. I innentől kezdve ez viszont annyit jelent, hogy téged meg engem, ha mi amerikaiak lennénk, akkor nem, pusztán arra szorít rá, hogy megtanuljam, hogy hogy kell a tárcámon, vagy natívan a hálózaton, vagy valami decentralizált púlon keresztül stékelnem. Igen. Azért attunk a egy pofont, nem? Tehát, hogy hogy valójában valójában hogy védtük meg az amerikai kisbefektetőt? Igen, tehát ez mindegy, valamit ugye kell, És ez nagyon érdekes, hogy már ö, oly sokszor ö, az derült ki, hogy akit ünnepelt szereplőként fogadunk be, Igen, az, az igazából a, 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 nem tudom, a gonosz belengedjük című Igen. akció. Mm, Ergen, egy jó példa, mert úgy a indult szóval. a dolog, hogy emberünk vágja a blokkláncot, és hogyha vágja a blokkláncot, mert még tanította is, Igen. akkor végre nem kell neki elmagyarázni, hát bár csak el kellett volna, inkább is lehetett volna tanítani, de mindegy. És, és most tényleg úgymond ő itt, aki a, az ellentábor, de ugye sokkal kisebb szereplődel lásd, FTX szörület környékén ott volt ugye Kevin O'Leary, a, a, ő is mondta, hogy hát, a kriptó az így, az úgy, és akkor az FTX, hogyha valami akkor csak abban bízik, és nem tudom, fölpumpálta ezt az egészet. Gondoltuk, hogy itt van a jóreg Mr. Wonderful, és tényleg milyen csodálatos, hogy itt terjeszti az igét, és akkor tényleg neki még akkor van, tényleg van még kihatás, és talán egy-két követője is van, és így tovább. Hát aztán megint óriás pofon. Tehát én már mindig most egy kicsit óvatos, igen. és akkor nem, nem, ne feledkezzünk el a következő Warren Buffettről, akit így említettek, szemben ja, Sam oh, Szóval igen. olyan csalódáson vagyunk már egyébként túl, és én már annyira félve vagyok, amikor megint jön a következő igen. nagy sztár, akit úgy így körbeviszek, mint a Szent Jobbot, hogy akkor na őt figyeljétek, ő lesz itt a következő mozgalomnak a megindítója, hogy ez hogy fog kidőlni, és miért? Tehát, hogy már kicsit ez a kicsit egy figyel az emberek, az <laughs> <Úgy cilagokat. gül> igen, a szem kapcsán nekem az volt a kedvenc mémem, az nem tudom meg van-e, amikor... A... <laughs> amikor a... <laughs> igen, igen, volt egy pár, de hogy a... A Star Warsból volt az, amikor Obi-Wan és Anakin megküzdenek a, ugye a harmadik rész végén, és Obi-Wan magából kifordulva üvölti: hogy you were the chosen one, <laughs> és hogy így kicsit szemmel is így voltunk. Ő volt ugye az egyetlen olyan uh, centralizált kriptós szereplő, akit Washingtonban fogadtak, és olyan szinteken tudott tárgyalni, ahova, aminek a közelében nem jutott se a Coinbase, se a Kraken, se senkinek a ceo ja Aki És kezdem úgy érezni, hogy okkal. Hát igen, nem, mondjuk igen, ez a pár tízmillió dollár, tehát, ez, ez lehet, van? hogy megzsírozza az ajtókat. Tehát igen, hogy... tehát, hogy, így, ez, ez, hogy miért lett oda beengedve, és, és ez igazából nem is. Na jó, szóval ez egy ez egy összetett dolog, Ronda. és ilyenkor szembesül az ember azzal, hogy, hogy ez a terület mennyire összetett, tehát hogy mennyire nem csak arról van szó, hogy ó, oh, persze, akkor legyen egy megoldás, akkor itt van egy alternatíva a pénznek, és akkor hajrá, csináljuk hanem, hanem tényleg itt milyen falakba ütközik, mit kell végigvenni, ez végigvinni. Ez tényleg egy, 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 kész forradalom, hogyha, ha, ha úgy nézzük. És um, szerintem erre még érdemes kitérni, mert ugye most az embereknek, szerintem aki a beszélgetés ennek a szakaszában még mindig figyel, az kezd úgy hogy akkor hát én akkor hátra lassan képzel, mert igazából most ö, ö, nem olyan happy end feelingnek tűnik a dolog, de amiért még mindig szerintem mindannyian itt vagyunk, akik benne vagyunk, de te meg én valószínűleg abszolút motivál minket, az, az a cbd sziknek a szép lassú beáramlása majd a rendszerükbe, amit már Kínánál nagyon jól lehet látni, ott már erős pilot verziót nyomnak, de hogy, hogy, már, már, már több helyen is, és, ez, ez, egy, ez, én már nagyon sokszor beszéltem erről a csatornán, mert én azt veszem észre, hogy ha, ha bármilyen más ilyen nem kriptós felületet nézek, hanem nem tudom, egyéb hasábokat, legyen az külföldi, az interneten, vagy éppenséggel magyar, ez a központi bankától kibocsátott digitális valutáról nincsenek említések. Én úgy gondolom, hogy okkal. Neked az em, a nézők már tudják az én ö, hozzáállásomat az egészhez, és hogy, hogy miért tartom ezt veszélyesnek. Te hogyan látod ezt az egészet egy kicsit? Hát ez a... Igen, nem tudom, tehát hogyha szerintem pozitív befejezést szeretnék ne, a de, Úgy akartam a pozitívot kihozni, hogy miért nem adom fel azt, hogy bitcoin és, és, és hogy miért, miért, miért kell, miért, kell, mégis kapaszkodni ez a dologhoz, inkább így mondanám. Szerintem a, Hogy mondjam, szerintem nem... Őszintén Attila szerintem nem is kell kapaszkodni. Tehát én, én azt gondolom, hogy... Tehát maga ez a decentralizált fizetőeszközök, az sikerre van ítélve. Tehát, hogy, hogy egy picit. Na, úgy... Így az pozitív, nagyon jól csinálod. Igen, igen, szerintem, hagyjuk ki a CBDC részt, és akkor mondjuk el, hogy hogy lesz ez <haz> jó. A CBDC ez megint egy nagyon ilyen sötét jövőt tud előrevetíteni, tehát, hogy, a, hogy azért abban vannak ijesztő forgatókönyvek, és szerintem az, elé, az előbb eleget hentere, De úgy is tudják, a... hogy nagyjából. Igen, igen, igen. a véleményem. Szóval, hogy. Uh... Kicsit úgy vagyok ezzel, hogy a, majd a bitcoint megállítják, meg a kriptovalutát nem lesz tékelni, meg nem tudom, nem, nem, nem jutnak sikerre a decentralizált a virtuális fizetőeszközök, mint amikor Kína betiltotta az internetet. Tehát, hogy így ez a, ez a, szellem ebből a palackból már nagyon sok évvel ezelőtt kiszabadult. Tehát, hogy, hogy és szerintem, tud, tudod, van ez a gandis mondás, szerintem biztos te is szoktad mondani a a követőidnek, hogy megvan Minden ez meg, a... Most így még ebből nincs fél de most, most próbálok majd így pontosan intézni, hogy a, azt hiszem úgy van, hogy a, először ignorálnak, aztán nevetnek rajtad, ja, aztán harcolnak, aztán nyersz. Így azt hiszem, talán így, így van a magyar fordítása is, hogy szerintem most vagyunk abban a szakaszban, hogy na most harcolunk. Mm. Tehát, Absolut, hogy, hogy, hát az hogy, az hogy, hogy most már a nevetség tárgyán azért bőven túl van ez az egész, tehát felnőtt 3000 milliárd dollár fölé a teljes piaci kapitalizáció 21-ben, több százmillió ember valamilyen szinten interaktált vele komoly tőzsdei cégek, tehát nem unikornisok, hanem 100 milliárd dollár fölötti tőzsdei bevezetések születtek, tehát komoly vagyonok születtek, komoly megalapozott a cégek születtek ebből. Tehát látszik, hogy ez, ez az egész fortyogó, valami kis forradalmi hangulatú, csináljunk valami újat önszervezető alapon közösségből, ebből egy iparág született, ebből egy befektetési eszközosztály született, ebben olyan technológiai lehetőségekkel kísérletezünk, sokszor nagyon rosszul vagy katasztrofálisan végződnek ezek a kísérletek, de olyanokkal kísérletezünk, amik forradalmasíthatják az emberiség pénzhez való viszonyát, és bizonyos szeg kis szegmensnek is kezdték forradalmasítani. És szerintem azt fontos megérteni, hogy a pénz is ugye egyfajta hatalom. A, a hatalom gyakorlásának egy fontos eszköze is. Ugye azért, elengedhetetlen ez a szakasz, vagy azért elkerülhetetlen, bármennyire is jó lenne elkerülni, és én mindig abba az irányba próbáltam így a saját nagyon szűk eszköztárammal navigálni, hogy amit most úgy tűnik, hogy Európa választ, hogy ez a szépen csendben simuljunk be, a meglévő rendszerbe és azon belül kezdjük el kialakítani és építgetni a, a, a saját új szabályainkat és a saját a, az együttműködésünk saját új alapját. Mert azt gondolom, hogy ez a, ez a legkevésbé fájdalmas és ez a legkevésbé véres útja annak, hogy, hogy, hogy így a forradalom vagy így az innováció teret nyerjen. De azt látni kell, hogy ha például mi decentralizált alapon tudunk tranzaktálni egymással, ott meg tudjuk őrizni az értékeinket, akár kamatot szedhetek a kölcsönadott értékeimért, vagy hitel tudok ott szerezni valami elletétért cserébe, akkor a meglévő hatalmi körkezéből szép lassan elkezd kiszivárogni a pénznyomtatás és a pénz fölötti kontroll eszköze. És kilátott már a világon olyan hatalmon lévő embert, aki nagyon szereti, sőt, önként leszeret mondani arról, hogy neki hatalma van, és nyírmálják meg azt a hatalmát, amivel éppen az ő célja irányába próbálja navigálni az adott környezetét, világát, országát, kontinensét, kutyafüléjét. Én nem nagyon találkoztam. És most itt alapvetően, amit a Bitcoin ígér az embereknek, amit, amit a Bitcoin köpönyegéből kibújt kriptovaluta ökoszisztéma ígér az embereknek, az az, hogy ahogy az internet forradalmasította a kommunikációt, és egy csomó centralizált szereplőkezéből, kezéből, vagy valójában decentralizált alapon itt ülünk egy stúdióban egy kamerával, pár mikrofonnal, és mi el tudjuk mondani a véleményünket, és hála neked ezt több tízezren meg fogják nézni és hallgatni. Régen meg ezt úgy tudtuk volna csak megtenni, hogy nekünk be kell jutni, nem tudom, Magyar egy RTL Klub TV2 valamelyik stúdiójából, meg kell győznünk egy szerkesztőt, egy főszerkesztőt, be kell ülnünk, riport, törr, törr, és akkor adás és úgy jutunk el egy tömeghez, tehát volt szoros központi szereplő, ami jól kontrollálható volt. Most ugyanezt a kommunikáció helyett, most a pénzzel próbáljuk meg megcsinálni, hogy Kell nekünk ide kereskedelmi bank, sőt, még központi bank se kell. Attila, figyíts, szeretném megvenni ezt a mikrofont, mert mi is YouTube-ozunk, kéne egy profi szett. Mennyi, mennyi az ára bitcoinban, mennyi az ára etterben, Ingyenes szoftverekkel egymás között lebonyolítjuk minimális díjért. Szóval, hogy kihagyjunk egy csomó olyan szereplőt, akinek ezeken a pontokon uh, nem csak uh, megfigyeltet, nem csak arra, hogy adatot gyűjtsön, de hogy beleszóljon, kontrolláljon, vagy megállítson folyamatokat, hatalma van. Ez el fog párologni abban az esetben, hogyha az emberek nagyobb része decentralizált alapon kezd el gondolkodni, kereskedni, nem tudom értéket tárolni, stb. És ne értsétek félre, tehát én nem, nem hiszek abban, hogy nem látok, nem látok egy olyan jövőt, tehát nincs egy olyan verzió, hogy a bitcoin elsöpri a törvényes fizetőeszközöket, és mind az egész világon majd, mint egy nagy boldog család decentralizált alapon fogunk egyetlen pénznemben kereskedni. Tehát Nincsenek meg bennem ezek az ilyen, se anarchista gyökereim, nincsenek, vagy ilyen lelkületem nincsen, se, se ilyen utopisztikus uh, álmokat nem, uh, nem kergetek, de ahogy például nem tudom mondjuk az internet és a nyomtatott sajtó viszonyában a kommunikáció, vagy a kereskedelem a webshop és a fizikai retail üzletek viszonyában, látom azt a jövőt viszonylag tisztán, nem, nem, látom, de hogy hiszek benne, vagy ilyen számra könnyen, könnyen elfogadható az a jövőkép, hogy a decentralizált pénzügyek a meglévő pénzügyeinkből folyamatosan egyre nagyobb szeleteket fognak kihasítani, és ott, ahol a jelenlegi pénzügyi rendszerünk köhög, brüszköl, lassú, drága, túlcentralizált, túlkontrollált, és a többi, és a többi, tehát pain point van, azt organikusan ki fogja kerülni, és meg fogja valósítani. Tehát ki a franc fog akarni, nem tudom, 10 napot várni arra, hogy egy nemzetközi tranzakció két devizakonverzióval, és nem tudom, 5-6-7-8 díjak, nem is transzparens díjak eltűnésével utaljon egyik kontinensre a másikra. Mert most a Swift-en kb. így tudjuk megoldani. Mm -hmm. Év, évtizedekig építgettük, nem véletlenül alakult így. Én nem mondom, hogy ez rossz. Én csak azt mondom, hogy ahhoz képest, hogyha én egy millió forintot át akarok utalni innen most Kínába, hogyha az bitcoinba teszem meg, vagy bármilyen más kriptovalutába, vagy, vagy mondjuk forintból egy olyan konverziót indítok a kereskedelmi bankomon, keresztül, akkor egyszerűen összehasonlíthatatlanul jobb a kriptovalutási élmény, mert hogy töredéke a költségem, szinte azonnal ott van, teljesen megbízhatóan tűnik, nem kell napokig telefonálgatni, hogy én elutaltam, én nem kaptam meg, hol van, hát nem tudom, nálam nincs, de hát nálam sem. Tehát, hogy az egész egyszerűen csak nincs jobb. Hát ez az, az egész csak jobb. És ennek a és ezeket viszont most Gary Gensler szorongathatja a szilvergétes izé, CEO-nak a nyakát, és látszik, hogy eredményt is ér el vele, de hogy ezt Gary Gensler már nem fogja tudni visszaszuszakolni, és ezt Kína se tudta visszaszuszakolni, és ezt senki nem fogja. És a defi például pont ugyanezt látom, hogy így ki az Isten fog hat hetet ülni egy bankfiókban, hogy a különböző kreditszkórokat elérje, hogy a nem tudom milyen, nem tudom minek megfeleljen, hogy teljesen irrealisztikus elvál, tehát elképesztő papírmennyiséget kézzel aláírjon, irrealisztikus elvárásoknak megfeleljen a fizetőképessége kapcsán, tehát, hogy így az egészen nevetségesektől az egészen ilyen hajmeresztőkig, ahelyett, hogy mondjuk egy Metamaszka felcsatlakozik egy platformra, ott mondjuk, nem tudom, letétbe tesz akár bitcoint, akár egy NFT-t, akár bármit, ami értéket képvisít, és annak, ugyanúgy, mint a banknál a lakásának, vagy bármilyen ingó ingatlan, ingatlanjának a terhére, felvesz egy rövid lejáratú kölcsönt. Ez már most DeFi annyival ez jobban, most jobban ez annyival jobban működik, mint amikor én most, nem tudom, autóvásárlásra szabad felhasználási kölcsönt akartam fel, felvenni, és így... A, pont azon így nem tudom, hogy nevetgéltünk, hogy így most oké, beletettem ezt a hat hetet, megkaptam ezt a pár millió forintot, végigvittem ezt a folyamatot, most fizetgetem így az egésznek a kis kamatát, és, így, és hogy ehhez képest így belépek a Metamaskba, felmegyek az av azt mondom, hogy tessék, itt van egy kis kriptó letét, kérek egy kis izét, amikor visszafizetem, akkor visszakapom a kriptón, tehát hogy így könyörgöm az élő Istenre. Tehát hogy ne, egyszerűen tehát, hogy az van, hogy, a, hogy, hogy, ebbe... Ez péld... fél élmény ilyen szempontból nem tudják felvenni vele a... tehát, a, hogy mondjam, ilyen szempontból Te ezek, ezekben a szegmensekben a DeFi nyert. Csak a bankok még nem tudják. Tehát, hogy még az emberek nem tudják, hogy van egy sokkal jobb alternatíva, és mi még itt így a kis vegykonyhánkba kísérletezgetünk, meg csiszolgatjuk, meg nézzük, hogy hogy lehet ezt jogilag, pénzügyileg, stb. megfeleltetni a jelenlegi elvárási rendszereknek, de hogy van egy annyival jobb megoldás, amiről egyszerűen nem értem, hogy mi a túrónak kell beszélgetni, hogy vajon mit fognak használni az emberek. Hát biztos, hogy ezt fogják használni. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy megismertessük velük, hmm. eljutassuk hozzá, hogy Így van. Igen fontos dolog. Ez olyan lett ez a beszélgetés, mintha itt ültünk volna a piacon 2017 elejétől, és utána befejeznénk mondjuk 2021 tavaszán. Tehát elindultunk fölfelé, volt Igen. a mélypont, és akkor Abszolút. viszont innen egy újabb, újabb csúcsra mentünk. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt, ezt több irányból körberágjuk. Ez is nagyon örülök, hogy 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 te is eljöttél, te is elmondod minél, főleg olyan emberek, akik tényleg értenek hozzá mert ami az egész missziója neked, nekem így a csatornának, hogy, hogy edukáljuk az embereket. Itt. Senkit nem akarunk semmire rákényszeríteni, nem akarunk senkit senkire, semmire rádumálni már pedig, hogy ő nem is látja, ez biztos az lesz. Itt nem a nagy megmondók vagyunk, hanem egyszerűen Annyi, hogy az ember az életéből a legjobbat akarja kihozni, szeretne mindenki egy szebb jövőt bizonyos értelemben, és nyilván vannak különböző alternatívák, senki nem látja a jövőt, nincsen kristálygomb, hogy ez már pedig tuti, hogy így fog alakulni, és ez így fog be, és ilyen áron lesz, és nem, ezt nem látjuk. Viszont azt látjuk, hogy mik azok a dolgok, amik a jelenben nem működnek, mik az, amit akadoznak, és nagyon fontos innoválni, nagyon fontos új dolgokkal előjönni. Ugyanis ez része annak, hát ugye edison megnézzük. Ha azt veszük, akkor nem tudom. Ezer módját találtam meg, hogy hogyan ne. Igen, e, szóval és, és, és igazából itt is csak arról szól, tehát nem kell a, a, a kudarcokban ugye belefulladnunk, és azt mondanám, hogy akkor akkor ez vaceked az egész, nem, hanem itt a különböző protokollokkal, különböző ilyen DeFi dolgokkal azt kísérletezzük, hogy ezt hogyan lehetne úgy véghez vinni, hogy tényleg tök jó működjön, és akarva akaratlanul lesznek olyan csaták, amik, amik el fognak bukni. És erre nem úgy kell nézni, hogy akkor az egész egy fabatkát nem ér, hanem van egy cél, amit el szeretnénk érni. Van jelen pillanatban egy rendszer, aminek már tudjuk a hibáit, és a más nem maga az a centralizáltság, a kiszolgáltatottság, az az emberi tényező, ami ebbe bele van téve, és innentől kezdve mindig a haverok fognak nyerni, és nem lesz ilyen szempontból igazságos a rendszer, csak lehet erről álmodozni. És itt itt, ahol igazából tényleg a, a, akár a lás bitcoin, hogy a, a matematika és a kriptográfia győzhet, van egy esély. És igazából mind azért vagyunk itt, hogy hogy nézegessük, kóstolgassuk ezt a dolgot, próbálkozzunk vele, mert mert tényleg, hogyha megálmodunk valami klassz nagy dolgot, akkor lehet előre jutni, hogyha ha tényleg teszünk érte, próbálkozunk, és ebben lesznek buktatók, vannak buktatók, és nem ez volt az utolsó, <laughs> még, 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 ebből bőven lesz, de mégis úgy érezzük, hogy, hogy, hogy megéri vele időt tölteni, és mind aki bármilyen területen valamit elért a múltban, is akadályok, fájdalmak, ellenállások árán ért el, csak egyszerűen kitartó volt, és annak a hozományát, annak a jó részét élvezzük most, mostanra már elfogadott lett, evidenciális, láss internet, itt vagyunk, használjuk, de próbáltunk volna erről így beszélni a 90-es évek elején. Tehát, hogy igen. Abszolút, főleg egy nagy médiavállalatban. A, igen, szóval igen. Ez egy teljesen folyamat szerintem, és ezzel tisztában kell mindenkinek lenni, és ennek a kockázati részével is természetesen. Szerintem igen. itt ez egy nagyon jó nagyjából végszó. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten eljöttél. Fogsz is még jönni szerintem. abban <laughs> Biztos vagyok. Öröm lenni mindig, úgyhogy. Tök Észre. jó. És természetesen én pedig most már pénteket írunk, az azt jelenti, hogy hétfőn fogok jönni a szokásos hírekkel, de ugye a hétvége folyamán is, ahogy most is van, ma is több short videó is ki fog kerülni ide a YouTube-ra, tehát akkor, hogyha hasonló tartalmak érdekelnek benneteket, mindenképpen kövessetek be, mert a Blockchain Blue célja, hogy a kripto blokklánc területén napra készek legyetek, akár a hírek, akár úgy, hogy szakértőket is elhívok, és akkor ők is el tudják mondani a, az ő víziójukat, véleményüket, és hogyha tetszik ez a tartalom, amit napi szinten gyártok, akkor pedig egy like ot tudjátok meghálálni, nektek egy gomnyomás, nekem pedig egy klassz visszajelzés. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok!